Elektronikus úton szavazott ma a Magyar Nemzeti Tanács testülete a legfontosabb döntésekről. Hajnal Jenő elnököt kérdezem most. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi volt a legnagyobb horderejű döntés, amivel kapcsolatban dönteni tudott a mai nap folyamán a testület? Úgy gondolom, hogy több napi rendi pont is fontos volt, hiszen az idejében először módosítottuk a költségvetésünket, ugyanakkor fontos társalapításunkban, illetve alapításunkban működő intézmény szervezet jövő évi programját és pénzügyi tervét fogadtuk el. A költségvetési módosításra ugye több okból is fontos volt, hogy ez megtörténjen. Egyrészt azért, hogy az új program orientált költségvetés megköveteli, hogy minden egyes változást alakítsunk, változtassunk. Ebből adódóan ugye félő is volt, hogy hogyan tud a járványhelyzetben megvalósulni a költségvetésünk. Hát örömmel számolhatok be arról, hogy 14%-kal sikerült növelni a bevételeket, ez alapján a kiadások is így alakulhattak. És hát egyrészt annak ellenére, ugye, hogy elhíresztelődött, hogy a köztársasági költségvetés csökkenteni fogja a nemzeti tanácsok támogatását, ez nem történt meg, ami ugyancsak jó hír, hogy valamennyi tétel növekedett, legnagyobb mértékben viszont a helyi önkormányzatok támogatása. Ez arról árulkodik, hogy nagyon sikeres együttműködést tudtunk kialakítani ebben a szerencsétlen helyzetben is. Ott, ahol kellett, az önkormányzatokat igyekeztünk támogatni, ugyanakkor ők is a Nemzeti Tanácsnak a támogatását növelték ilyen szempontból, tehát ez a 33%-os növekedésre soha nem volt példa az elmúlt időszakban, és bízunk benne, hogy a jövőben ez még inkább azt erősíti meg, hogy nagyon szoros kapcsolat tud kialakulni a döntéshozatal minden szintjén a Nemzeti Tanáccsal. Ez a legfontosabb célunk is. Amit fontosnak tartanék még elmondani, hogy a Nemzeti Tanács működési költségvetésén kívül, amely csökkent, szinte valamennyi tételt sikerült növelnünk. Természetesen nagyon sok program, rendezvény egyéb elmaradt, viszont új beruházások, egyházi fejlesztések pedig meg tudtak valósulni. Ami fontos még, hogy a Szekeres László Alapítvány elkészítette jövő évi költségvetési tervét, és hát ebből az derül ki, hogy tovább erősödik, bővül mindenekelőtt a Vajdasági Magyar Képző Kutató és Kulturális Központ, hiszen a tevékenységét az elmúlt években láttuk, hogy milyen szintre tudta fejleszteni. A szomszédos kis épületet is megvásárolták, itt új közösségi terek, tantermek kialakítása fog megtörténni, és az az anyanyelvűsített felsőoktatás, amely itt folyik, tovább erősödhet, hiszen az újabb anyaországi támogatásnak hála tanárlakásokat tudunk itt Szabadkán vásárolni, tehát ezáltal még inkább ide köthetjük a képzéseket, a magyar nyelvű képzéseket, és hát a Magyarországról máshonnan érkező vendégtanárok elszállásolása is megoldódik majd. A hét nap terve ugyancsak nagyon előremutató, látva azt, hogy ebben a helyzetben mit jelent az online híradás, mit jelent egy lapnak a megjelenése úgy, hogy a világ bármely pontján olvasni tudják. Egy kettősséget hoz magával, egyrészt egy heti lapnak minél tetszetősebbnek, minél tartalmasabbnak, olvasmányosabbnak, magazin jellegűnek kell lennie. Más oldalról viszont azt látjuk, hogy a hírek, a napi hírek és a honlapon, ha megjelennek, mekkora erővel bírnak. Úgy látom, hogy ezek azok a fejlesztések, amelyek a hét napban leginkább előtérbe kerülnek, de nem csak a jövő évre, hanem a későbbiekben is. Az Európa Kollégiummal kapcsolatban is határozott a döntés született. Ez mit tartalmaz? Az Európa Kollégium jövő évi tervében ugyancsak a szakkollégiumi rendszer tovább bővítését látjuk, és a tehetségprogram kiszélesítésével azt hiszem újabb kihívások várnak nem csak az Európa Kollégiumra, hanem a fölépülő középiskolai kollégiumi hálózatban is egy egészen új forma fog kiderülni, amely lényegében része lesz már a Magyar Nemzeti Tanács következő ülésén elfogadásra kerülő terveknek és jövő évi költségvetésnek. Erre az ülésre valahol ott az év végén, ha sikerül, akkor rendesülés formájában, mégpedig december 29-én szeretném megtartani. A Pannon RTV házatájáról is hírek érkeztek, miről lehet beszámolni? A Pannoni Alapítvány új műsor igazgatóját, Kozma Zoltánt, újságírót, szabadkai lakost
neveztük ki, elfogadtuk a jelölését, és hát ami fontos és jelentős, hogy ő régóta már a Pannon rádió és televízióban dolgozik, és hát a Magyar Nemzeti Tanácsban is annak bizottságában mindig fontos szerepet töltött be a tájékoztatásban. Most ebben a pillanatban a tájékoztatási bizottság elnöki tisztségét is betölti. Számos oktatási intézményben új igazgatóbizottságokat, felügyelőbizottsági tagokat neveztünk ki 3 iskolában, így Szabadkán a Mojsey útiban is új igazgató került oda. A régi igazgatónő státusát erősítettük meg, és örülünk annak, hogy mindaz, amit az elmúlt időszakban a Nemzeti Tanács úgy gondolt, hogy oktatásfejlesztésben fontos emberi személyekben is, ezek a bizalmat ugye úgy tudták megerősíteni, hogy ugyanazokat az igazgatókat tudtuk kinevezni egyebek között itt Szabadkán is. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. A híradót Szabadkáról Farkas Aténe tudósította.